Tisztelt polgármester úr, egy nagyon szép ünnepség után vagyunk itt. Hol vagyunk? Most a trianoni emlékműnél itt a Budapesti út sarkán, ugye ezt nem olyan régen hozta létre az önkormányzat, kifejezetten egy nagyon alkalmas hely arra, hogy megemlékezünk, jó nagy a tér, úgyhogy jó sokan elférnek itt, és a mai nap ugye arra emlékeztünk, hogy 97 évvel ezelőtt volt a trianoni békediktátum aláírásának időpontja. Mi történt az elmúlt héten? Az elmúlt héten rengeteg esemény volt, például a tegnapi nap volt a patakparton futó verseny, ugye a Szilas patakparton a kerékpárúton tartottak 16 és 8 kilométeres futásokat, családos futóverseny volt a Garmin és a Ötfalu Egyesület meg a 16. kerületi önkormányzat közös szervezésében. Ezen kívül volt a Liget Táncakadémiának az évzáró gála koncertje is az Erzsébet-ligeti színházban, ami mindig hatalmas siker, most már 199 gyermek jár oda, és már odáig jutottak, hogy idén-nyáron eljutnak Amerikába is, és egy közös produkcióba vesznek majd részt az ottani New York állambeli együttessel, hogy inkább énekelnek, ők táncolnak, és majd ezt láthatják itt a 16. kerületiek is, mert augusztus 19-én lesz tervek szerint az előadás az Erzsébet-ligeti színházban. Keddi napon még egy örömteli eseményre sort került, a 16. kerület 8. testvérvárosával, Csíkszentmihály településsel, az Erdélyben található Csíkszentmihály településsel írtuk alá a testvérvárosi megállapodást. Ez egy nagyon hosszú procedúra volt, mert elfogadta itt a testület a szöveget, elfogadta ott a szöveget, majd a román állam beleszólt, átírta, vitatkoztak, javítgattak, és végre kialakult egy olyan szöveg, amit mindannyian el tudtunk fogadni, és akkor ezt ennek az aláírása történt, és Csíkszentmihállyal egyébként nagyon régi a kapcsolat, van Csíkszentmihály tér ugye a 16. kerületben, és már több mint 10 éve ápolják a Rákoszemiár Kulturális Egyesülettel a kapcsolatot, ugye az is Szentmihály, ez is Szentmihály, és így alakult, hogy ő lett a 8. testvérvárosom. Aztán ezen kívül volt még egy hát zárt körülnek mondható rendezvény, mondjuk így, megnyitott a Erzsébet Ligetben a volt tiszti kaszinónak az a része, ami még ugye nem készült el, ott birkozó vívócsarnok van, és a másik részében étterem nyitott, illetve étterem és rendezvénycsarnok nyílt meg, úgyhogy most már mindenki nyugodtan mehet oda. Esküvőket is szerveznek, de van menza is, tehát nyugodtan ebéd időben mehetnek oda, és rendesen, ahogy egy kifőzdébe szokott lenni, ott lehet étkezni, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Aztán ezen kívül volt atlétikai verseny az Ikarus sportpályán, ugye a Sulek Ágoston emlékverseny most már 5. alkalommal rendezték meg, és 5. alkalommal itt nálunk. Ez egy nemzetközi atlétikai verseny, aki kijött, az olyan nagyszerű sportolókat láthatott, mint az olimpiai bajnok Pars Krisztián, vagy az olimpiai bronzérmes Márton Anita súlylökő. Az Ikarusosok is nagyon jó szerepeltek egyébként, mert gerelyhajítás, férfi gerelyhajításban az első és a harmadik helyet elhoztuk, a 800 méteres síkfutásban a fiúknál harmadikak lettünk, úgyhogy jól sikerült az Ikarusnak is ez az összeévete, 13 országból jöttek egyébként, még Malajziából is volt versenyző ezen a Budapest Opennek hívott versenyen. Aztán ezen kívül sajtótájékoztató keretében mondtuk el, hogy megkezdődött a Sasami tanoda felújításának második üteme, ez egy igen nagy beruházás, a tornatermet bontjuk, azt már meg is tettük, és kétszer akkorát építünk, illetve napelemet helyezünk el a tetőre, a teljes fűtési rendszert korszerűsítjük, átalakítjuk, illetve egy új tornaterem, illetve a vizes blokkok újulnak meg ebbe a második ütembe, ugye tavaly is ennek az iskolának a felújítása volt. Aztán ezen kívül fontos esemény volt még az, hogy közmeghallgatás volt a 16. kerületben, ugye évente egyszer van. Most Árpádföldre esett a sor, ugye mindig megyünk 5 településrész körbe-körbe-körbe, most Árpádföldön volt, nem olyan régen, nincs egy éve, hogy megnyitottuk a Tóth Ilonka emlékházat, és ott volt a közmeghallgatás. Szép sok esemény volt. Polgármester úr, köszönjük szépen. Köszönöm szépen, a maradék néhány napra, illetve egy napra még mindenkinek békés ünneplést kívánok. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.